A leltárkönyvbe vajmintázóként bejegyzett tárgyat 1934-ben találta a múzeum akkori igazgatója, Kis Lajos a Bodrok közivisen. A falu 1950-ig Szabolcs vármegyéhez tartozott, így kerülhetett a a Józsa András múzeumba. A paraszti háztartásokban az asszonyok maguk köpülték a vajat a vidékünkön zurbolónak is nevezett eszközzel, amely nem volt elterjedt ebben a térségben. szabolcs szatmár beregmegye megye múzeumaiban mindössze Két vajformázó található. Nagyon egyszerű funkciója volt, de egy olyan funkció, ami nagyon hozzátartozott a népi kultúrához, az, hogy semminek sem csak a praktikuma, a haszna az érdekes, hanem mindent díszítettek, mindent nagyon szépítettek. Így a vajat is, a frissen köpült vajat olyan módon tették kívánatosá a piacozó gazdaszonyok számára, hogy ilyen vajmintázóval, vagy vajnyomóval, más néven vajformázóval szépen kidíszítették, vagy dísz, díszessé tették. <kül> Ez pedig úgy történt, hogy hideg vizet öntöttek ebbe a kis tárgyba, hogy a belenyomkodott vaj utána szépen ki tudjon csúszni, és a vaj fölvette ennek a szép virágmintának a, a, a formáját. A múzeumban pedig még ezen a héten tart a Napok című rendezvény, valamint készülnek a már hagyományos őszi tárlat megnyitására is. A térségünkben élő és alkotó több mint 40 művész közel 100 munkát küldött be zsűrizésre a múzeumba. A legjobb alkotások október 16-ától láthatóak majd az intézmény első emeletén.